Valamikor a 19. század végén, 20. század fordulóján terjedtek el egyáltalán, születtek meg, nem tudjuk pontosan, hogy mikor. Valószínűleg azért a felső körökben, tehát egy közép osztály fölötti szalonokban volt ez nagyon divatos, és nagyon jó volt a kérdésben az, hogy ők díszbabák is, de funkciójuk is van. Tehát a teababa az nem csak egy kifejezés, mint egy tearózsa, hanem ők azon kívül, hogy nagyon szép porcelán figurák a felső, a baba figurák a szoknya fölött, ezek a szoknyák általában béleltek voltak, és arra szolgáltak, hogy a teás vagy kávés kannáknak a tartalmát melegen tartsák, tehát ráhelyezték mindig a kannára, tehát így az uzsonna vagy a teázó asztalnak a díszei is voltak, és funkcionáltak is. Az elterjedtségüket, amit tudunk, hogy a 10-es években már nagyon-nagyon nagy számban gyártották őket. Európában volt először népszerű, de nagyon hamar Ázsiában és Amerikában is. A legtöbbet, tehát ahogy mindenféle más porcelánt is, a nívósabb darabokat a porcelángyárak jelzettel látnak el. Így a jelzettel ellátottakat ismerve azt tudjuk, hogy a legtöbbet Németországban türingiai műhelyekben készítették, és olyan neves gyárak, mint a Münchenben, a Nymphenburgi kastélyban ma is működő híres porcelánmanufaktúra, vagy a porcelán babáiról, babafejekről, a Göbel babákat majdnem mindenki ismeri. A Göbel manufaktúra készített nagyon nagy számban ilyet, vagy Passauban, Dresdában. Ezen kívül van néhány francia és osztrák kis manufaktúra vagy üzem. Magyarországon pedig főként az 1920-as években a Herendi porcelángyár készített ilyen nagyon szép babákat. Az első háború alatt, amikor a német termelés természetesen visszaesett, akkor egy japán porcelángyártó cég is elkezdte gyártani őket. Az érdekességük, hogy ők már japán alakokat és néger babákat is készítettek, de a nagyon nagy részét azt Amerikában forgalmazták ezeknek a kis figuráknak. Az itt bemutatott műtárgyról mit érdemes tudnunk, hogyan került a múzeumba, kinek volt a tulajdonában? Ez a teababa, ahogy már korábban néhány más hónap műtárgya is, a Réfi családtól került be mi hozzánk. Dr. Réfi Zoltán királyi alügyész felesége, Skublics Irén kapta ajándékba. Ő egy zalabesnyői földbirtokos Skublics Istvánnak a leánya volt. Nem emlékszik a fia se rám, hogy még lánykorában kapta el, vagy fiatalasszony korában. Akkor is nagyjából stimmelt, mert ő 1894-ben ment férjhez. Tehát valamikor ebben az időben, illetve a század elején terjedtek el. Azt Réfi Andor, a fia, aki szintén jogász lett, ügyvéd és törvényszéki bíró, az ő visszaemlékezéséből tudjuk, hogy nagyon-nagyon féltett kincs volt ez a teababa. A szalomban egy kis asztalkán állt mindig, és emlékszik rá, hogy az édesanyja soha nem engedte a teáskannára rátenni, mert annyira féltette, náluk csak szobadíszű szolgált ez a kis darab. A mi babánk abba a típusba tartozik, aminek csak az orcája és a haja van festve, tehát ilyen fél babákat kell, fél porcelán figurákat elképzelni. Ezeket drót szoknyás művész babaként árulták az 1910-es években. Tehát német divatlapokban, a Die Welt der Frau-ban például 1910-ben nagyon sok ilyen művész babát hirdettek, mert az a lényegük, hogy a kis porcelán baba rész alá egy fém abroncs szoknya került. A porcelán babáknak a derekukon kicsi lukak vannak, ebbe illesztették bele a fém abroncsot, és erre a szoknyára mindenki maga kedve szerint készítetett varrónővel, vagy készített ruhát, nagyon-nagyon drága finom anyagokból, tehát mindig bársonyból, selyemből, organdiból, szép passzománnyal, csipkékkel, gyöngyel díszítve készültek ezek a ruhák, és mindig olyan stílusban, amilyen a baba, és itt jön a kétféle típus. Az egy részük az teljes egészében valamilyen öltözet. Tes baba volt, tehát gyönyörűen kidolgozott mondjuk barokk ruhát viselt, kalapot, az arca ki volt festve, a babák, és ehhez csak szoknya készült. A babák másik fele, mint a miénk is, csak a baba orcája és esetleg a haja volt festve, és ezek félmeztelen babák voltak. És így az öltözet egyben készült, tehát a mi babánknak is a gyönyörű, eredetileg gyönyörű sötétzöld volt a szoknyája, hát most már ez a több mint 100 év alatt inkább óaranyá
fakult, egy gyönyörű ilyen felcsipett kis tunikához hasonló sötétkék bársony kis lebernyek borítja, és ugyanilyen bársonyból készült a ruhaderék, tehát a felső része is, és a kis barett is a fejére. Biszkvit az orcája, tehát valószínűleg azért ő egy elég korai darab. A 19. században készültek ugyanilyen biszkvit, tehát ez egy ilyen márványhatású, matt, mázatlan porcelán, és ugyanúgy készült, mint ezek a gyönyörű biszkvit babák.